Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Déli Féltek, a mikrofon mögött Nagy Jonathan Imre. A mai vendégünk pedig Csicsman László, a Széchenyi Egyetem tanára. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Köszönöm a megkeresést, üdvözlök én is mindenkit. Az ENSZ becslése szerint India 2023. április 25-én letaszította Kínát a trónról, és így lett a világ legnépesebb országa. Amikor azonban Indiáról beszélünk, akkor nem a jólét, nem a tiszta és rendezett városok jutnak az eszünkbe, sokkal inkább ez a piszkos város és mély szegénység. Képes India ellátni ezt a hatalmas mennyiségű embertömeget? Hát nyilván ez egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy ha India fejlődését megnézzük, akkor ez a függetlenségtől kezdve, ami 1947-ben következett be, azért egy nagyon jelentős modernizáció ment keresztül. Azzal együtt, hogy ma is vannak problémák, például mára megháromszorozódott ez a lakosság, tehát a függetlenségkor nagyságrendileg olyan 350 millióan laktak Indiában. És miközben az elején viszonylag szerény volt a gazdasági növekedés, az 1990-es években elindult egy komolyabb gazdasági modernizáció, és azért ennek az eredményeit látjuk ma. Ma India a világ ötödik legnagyobb gazdasága, és hát várhatóan az elkövetkezendő évtizedekben a harmadik helyre fog előre ugrani. Hát ha azt nézzük, hogy a fejlettség, tehát az életszínvonal az hogyan néz ki, amit sokszor az egyfelé jutó GDP-vel szoktunk mérni, hát az fele a kínainak, tehát itt azért vannak komoly problémák, és ezzel mondjuk a fejlettség szempontjából ugye a 130. hely magasságában áll India, attól függ, hogy milyen statisztikákat nézünk, tehát egy fejlődő országnak tekinthető, ahol ugyan nagy lépéseket tettek a szegénység leküzdésére, hiszen 47-ben utak sem voltak, a lakosság nagy része nem tudott írni, olvasni, egészségügyi ellátás nem nagyon volt. Ahhoz képest mára, hát azt lehet mondani, hogy a szegénységet nagyrészt leküzdötte, és mondjuk minden ötödik lakos nagyjából, aki szegénynek tekinthető, ez egy ellentmondás, mert India magát globális hatalomként definiálja, ugye nukleáris fegyverrel is rendelkezik, és azért egy nagyon nagy embertömeg, főleg Észak-India területén egyébként él hát szegénység alatt, ami hát probléma. Viszont a középosztály meg drámaian emelkedik. Láthatjuk azt, hogy Kína esetében a külföldi beruházások jelentősen hozzájárultak az ország fejlődéséhez, jött nyugatról a know-how. Hogy áll India a beruházások terén? Van olyan tőkevonzó képessége, mint Kínának volt 20-30 évvel ezelőtt? Hát alapvetően az indiai gazdaság azért nem volt sohasem annyira nyitott, hogy így mondjam, mint a kínai, de jelentős mértékben most egyébként megindult, és itt Indiának a lehetőség az főként az információs technológia, telekommunikáció, számítástechnika, egyébként Egyesült Államok, Szingapur a legnagyobb befektetők, és olyan hát évi 1 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezik India területére, amellyel egyébként elég jó helyet foglal el a világ rangsorban, azonban hát az nagyon fontos, hogy ehhez azért további lépések szükségesek. Tehát a kínaihoz képest mindenképpen elmarad, és hát ebben azért mindenképpen további lépéseket kell tenni. Milyen Indiának a társadalmi képe? Ugye amikor tanultunk történelmet, és Indiáról volt szó, akkor leginkább a kasztrendszer jut az emberek eszébe. Emellett még hogyan áll a városvidék viszony? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát ezt Indiában Varna és Jati rendszernek hívják, amit mi ugye Magyarországon a portugál eredetű szóból kasztrendszernek tekintünk. Hát nyilván ezt nem lehet csak úgy felszámolni, és hát igazából ez nem is nagyon volt napirenden, hiszen ennek vallási háttere volt. Ugye amikor ma Gandhi 47-ben függetlenségi mozgalom élén, ő sem a kasztrendszer eltörlése mellett érvelt, hanem azt a csoportot, akik ebből kiszorulnak, az érinthetetlenek, akik több 10 millióan vannak, őket próbálta integrálni az indiai társadalomba.
Hát India ma is azért inkább a falvaknak az Indiája, és ha bár ugye történelmileg, és szintén történelmből tanultuk, hogy a világ első nagy urbanizációs hulláma az egyébként itt ment, végbe gondoljunk Harappára és Mohenjo-Daróra, ehhez képest azért az elmúlt évtizedekben az mindenképpen van egyfajta lemaradás, ami egyébként az egész dél-ázsiai térséget jelenti. És hát miközben mi azt látjuk, hogy ezek a nagyvárosok ugye megjelennek, és ezek vannak valahogy a médiában, ugye Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, amelyek 10 milliós városok, azok problémáival, azért az urbanizációs ráta az lényegében 36-37% körüli jelen pillanatban. Ez azt jelenti, hogy India lakosságának nagy része falvakban lakik, és nyilván itt okoz nagyobb gondot a tömegeknek az ellátása, tehát a növekvő lakosságnak az ellátása. Hogyan lehet egyébként a demokratikus elveket összhangba hozni a kasztrendszerrel? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye 47-ben sokan föltették azt a kérdést is, hogy hogyan lehet egy olyan országban demokráciát teremteni, ahol az emberek nem tudnak írni, olvasni, gazdasági fejlettség alacsony, és még a kasztrendszer is nehezíti a helyzetet. Igazából India egy sajátos demokratikus modellt vezetett be, amelyet hát most az elmúlt években, különösen itt a Modi kormányzatnak a hát regnálása alatt, ugye 2014 óta van hatalmon Narendra Modi miniszterelnök, és ugye felmerült többször, hogy hát itt azért bizonyos demokratikus elvek megkérdőjeleződnek, de mondok egy példát, hogy 47 után egy fontos szempont volt, hogy az alacsonyabb kasztokat integrálják a társadalomba, és ehhez például egy úgynevezett kóta rendszert vezettek be, ami azt jelentett, hogy iskolákban, államigazgatási munkahelyeken fenntartottak egy bizonyos százalékot az alacsonyabb kasztbeliek számára, illetve az érintetetlenek számára, és bizonyos törzsek számára, hiszen ilyenek is vannak India területén, hogy őket integrálják. Na most ez fele más eredménnyel járt, tehát azért el kell mondani, hogy vidéken, különösen ezekben a falvakban, tehát ez a társadalmi hierarchia továbbra is érezteti hatását, és nyilván hát ezt hosszú évtizedekbe fog telni, hogy sikerüljön az indiai középosztályt tényleg megerősíteni. Most egyébként elindult a középosztály fejlődése Indiában, és én ezt látom az elmúlt egy-két évtized legnagyobb eredményének. Egyébként a szomszédos Pakisztánban is ez elindult, és azt nem lehet megmondani, hogy hány százaléka ez ma az indiai társadalomnak, mert attól függ, hogy hogyan definiáljuk a szegénységi küszöböt. De lényegében egyes adatok azt mondják, hogy 2005-ben mondjuk 5% volt a középosztály, és 2050-re ez 50%-ra fog ugrani, tehát ez egy nagyon jelentős fejlődés, és ennek pozitív hatásai vannak, tehát a belső fogyasztása az indiai gazdaságra, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy közelít 200 felé azon emberek száma Indiában, akik dollármilliárdosoknak tekinthető. És ez arra mutat rá, hogy az indiai társadalom az végletekig egyenlőtlen, tehát óriási a gazdasági egyenlőtlenség. Hadd mondjak még egy adatot, hogy India lakosságának kb. 1%-a ellenőrzi az indiai vagyonnak a 40%-át. Tehát ez rámutat arra, hogy nagyon jelentős egyenlőtlenség van az országban. Kijelenthető az, hogy ami Európában az állam és az egyház szétválasztásával járó szekularizáció volt, az Indiában a kasztrendszer lebontása? Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, eleve látni kell, hogy 47-ben, amikor ugye Indiában elkezdte gondolkodni az alkotmányon, akkor nyilván a szekularizáció egyébként csak erre egy mondat elejéig kitérnék, bekerül az 1950-es alkotmányba, de egyébként nem abban az értelemben, ahogy Európában, hogy a vallás és a politika kettéválasztása, hanem inkább úgy, hogy a vallások egymás között egyenlőek. Na most én azt gondolom, hogy a kasztrendszert visszatérve nem lehet csak úgy lebontani. Ez nem csak a hindu lakosságra jellemző egyébként, nagyon furcsa módon
de a muszlimokon belül is kialakult egyfajta társadalmi hierarchia, India lakosságának a növekvő százalékát teszik ki, 14%-a egyébként India lakosságának iszlám vallású. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyan vallási eredetű a kasztrendszer, hiszen hát a társadalmi hierarchia itt a védikus korszak környékén alakul ki. Ugyanakkor hát ez nagyon mélyen él a köztudatban, és hát végül is a brit gyarmatosítás sem tudta ezt igazából megszüntetni. Tehát inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet egy olyan társadalmi rendszert kialakítani, amely mondjuk nagy mértékben szolgálja a gazdasági növekedést és egyfajta kitörést jelent. Tehát, hogy Indiában ebből a szempontból rengeteg feszültség van, ami részben vallási alapú, részben kasztrendszerből adódó, és szerintem ez hosszú-hosszú évtizedek lesz, hogy ezt India valamilyen formában a gazdasági fejlődés szolgálatába állítsa. Sok szó azért itthon a médiában nem esik Indiáról, pedig azért nemrég ugye a világ legnépesebb ország lett, a világ ötödik legnagyobb gazdasága. Ön szerint mi lehet annak az oka, hogy ilyen keveset beszélünk Indiáról? Hát valahogy a figyelem az elsősorban Kínára terelődik érthető okokból, hiszen ugye van a világrendnek egy átalakulása, és ebben hát van, Trump is meghirdette ezt az amerikai-kínai kereskedelmi háborút, alapvetően ez került a nemzetközi politika homlok terébe is, ugyanakkor India, akárhogy is nézzük, ebben az átalakuló multipolális világrendben egy meghatározó szereplő lesz, és már ma is az igazából, és hát gazdaságilag egyébként pedig a mostani növekedés üteme az lehagyja már a kínai növekedési ütemet, tehát az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaság, és egyébként 6,6%-ra teszik a gazdasági növekedést, a kínai valamivel alacsonyabb várhatóan, és persze Indiának más szintről kell indulni, de azt gondolom, hogy a médiában van egy ilyen nézet, hogy India olyan messze van, tehát nem földrajzilag, hanem hogy nehezebben megérthető, megismerhető, és van egy ilyen képzet, amit szerintem hát érdekünk, hogy Indiára odafigyeljünk, hiszen itt lennünk rengeteg lehetőség van Európa számára is. Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta számos cikket olvashattunk arról, hogy India átcímkézi az orosz termékeket, így kiátszva lényegében a szankciókat, ugye az ENSZ-ben nem is ítélte el Oroszországot az invázió miatt. Hogyan áll India az orosz-ukrán háborúhoz? Igen, tehát ez ami felkeltette a világ figyelmét, hogy hát itt van egy amerikai szövetséges, hát talán onnan érdemes indulni, hogy az elmúlt évtizedben az amerikai-indiai kapcsolatok nagyon elmélyültek. Már a Bush adminisztráció alatt ez elindult a 2000-es éveknek a második felébe, de hát igazából a Trump elnöksége lesz az, ami elmélyíti. Ez abból is adódik, hogy India percepciója megváltozott, korábban az Egyesült Államokat is egyfajta fenyegetésként értékelte. Most pedig azt látjuk, hogy India számára a legnagyobb kihívást az Kína jelenti, és India mintha érdekeltlen lett volna az elmúlt évtizedben abban, hogy ez a liberális nemzetközi rendszer, ami az Egyesült Államoknak a hegemóniájára épül, hogy ez fennmaradjon. Viszont Indiában van egy nagyon fontos alapelv, ez a stratégiai autonómiának a koncepciója, és ez kiegészül ugye történelmileg az el nem kötelezettségnek az eszméjével, hogy India alapítója volt a el nem kötelezettek mozgalmának a hidegháború alatt, és hát azt mondják a szakértők, hogy ez az el nem kötelezettség, ez már egy ilyen több irányú elköteleződéssé alakult át. India úgy látja, hogy jelenleg nem biztos, hogy ez a liberális nemzetközi rendszer fenntartható, amely tehát az Egyesült Államok hegemóniájára épül, és éppen ezért hát egyszerre együttműködik Oroszországgal, Kínával. Hát mondok példákat, ugye van a Sanghaji Együttműködési Szervezet, amelynek ugye a gyökerei a 90-es évekre vezethető vissza, és ebben India és Pakisztán 17-ben teljes jogú tagként jelenik meg, ebben Kína és Oroszország is tag, illetve közép-ázsiai köztársaságok.
Illetve hát van a BRICS nevű formáció, amely ugye Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-afrikai köztársaság együttműködése, és egyébként három oldalúan is Oroszország és India és Kína együttműködik. Na most konkrétan itt az orosz-indiai kapcsolatokra, hát a legnagyobb fegyverszállítója még a mai napig Indiának Oroszország. Ugye azt tudni kell, hogy a világ legnagyobb fegyverimportőre az jelen pillanatban India, és habár diverzifikálja ma már a fegyvervásárlásait, mert korábban jóval magasabb volt a függés, de ma is mintegy 40% az indiai fegyverimportnak Oroszországból érkezik. Tehát, hogy Oroszországgal való viszony nem igazán lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, és ezt India nem is szeretné megtenni. És mondok még egy fontos szempontot, hogy ugye Kína egy kelet-nyugati irányú törekvése van, ez a új Sejemút koncepció, vagy BRI övezetés út kezdeményezés, addig India egy déli északi kereskedelmi folyósót próbál meg létesíteni, amely lerövidíteni egyébként a kereskedelmi útvonalat Európa irányába, és ez valójában hát Iránon keresztül egészen északon Oroszországig tartana egy közúti, illetve vasúti összeköttetés, amelyben hát Oroszország megkerülhetetlen India számára. Tehát ebből adódik ez a fajta külpolitika. Gyakorlatilag az orosz-ukrán háború óta megsokszorozódott az indiai-orosz kereskedelmi kapcsolat, ami nagyon sokakat meglepett. Ön szerint ez eredményezheti azt, hogy India az USA szoros szövetségeséből Oroszország szoros szövetségese lesz? Nem gondolom. Tehát ezt semmiképpen sem gondolom. Fontos szövetséges volt India és Oroszország a 90-es években, de én azt gondolom, hogy Indiának nem célja, hogy az amerikai szövetséget felváltsa. Ráadásul India azért látja, hogy nem Oroszország a nagy játékos Ázsiában, hanem inkább Kína, és sokkal inkább az a reláció, ami érdekesebb szerintem India szemszögéből. Akkor térjünk is a kínai relációra. Láthatjuk, hogy Kína és India kapcsolata azért eléggé vitatott, hogy területi konfliktus van és volt a két ország között, az USA szoros szövetségese India. Hogyan értelmezhető így a Kínával való kapcsolat? Ahogy említette, a Shanghai Együttműködési Szervezetben és a BRICS-ben is mindkét ország benne van. Mi az indiai érdek és az indiai terv Kínával szemben? Igen, hát ambivalensnek nevezném ezt a kapcsolatrendszer. Tehát egyszerre látunk egy kooperációt, és egyszerre látunk rivalizálást számos kérdésben. Tehát említettük itt a határkonfliktust, ami lényegében 2017-ben mérgesült el a határnak az egyik oldalán, majd 2020-ban a másik oldalon. És ez lényegében hát közvetlen fegyveres hát konfliktusokhoz, határvillongásokhoz vezettek a két ország között. Ugye Indiának az a percepciója Kínával kapcsolatban, hogy van egy úgynevezett körbekerítettség érzés. Nevezetesen különösen ez az új Sejemút kezdeményezés Xi Jinping által megjelenik India összes szomszédjában. Tehát lényegében ugye Pakisztán, ennek a legfőbb haszonélvezője, vagy együttműködője, ami 2015-ben írta alá a kínai-pakisztáni kereskedelmi folyósónak a tervét, és mint ilyen a legfontosabb Kína szempontjából, de gyakorlatilag a másik oldalon is, Bangladesben is, Sri Lankán is ott vannak a kínai befektetések, sokszor kikötőket létesítenek, és India ma elsősorban egy új tengeri stratégiát kezdeményezett, amely az indiai óceán térségében próbálja felvenni kvázi a versenyt a kínai terjeszkedéssel, és így a haditengerészeti kapacitásoknak a fejlesztése most egy ilyen prioritás, és egyébként ez az, ami Washingtonnak is nagyon elnyerte a tetszését már a 2000-es évek közepén, és ekkor mélyültek el ezek a kapcsolatok. Tehát van egyfajta fenyegetettségérzés, amelyben szerintem annyi változott, hogy a Modi kormányzat egy újfajta stílussal állt hozzá Kínához. Tehát korábban is voltak olyan események, amikor Kína
bizonyos kisebb területeket elfoglalt, most azonban a Modi adminisztráció úgy döntött, hogy felveszi a kesztyűt, és ez vezetett 17-ben és 2020-ban ezekhez a határillongásokhoz. Ugyanakkor a másik oldalon szerintem nem szabad elfelejteni azt, hogy viszont a kereskedelmi kapcsolatokban a két ország között egy jelentős növekedést látunk az elmúlt években, vagy évtizedekben mondhatni. Tehát azt is lehet mondani, hogy az egyik haszonélvezője ennek a selyemút koncepciónak India, ami egy nagyon furcsa ellentmondásra mutat rá. Másrészt persze itt a Covid és egyéb események azért közben szóltak az elmúlt időszakban, de tendenciát tekintve Kína az indiai gazdaságban jelentős szerepet tölt be, és egyébként a kínai telekommunikációs cégek megjelentek az indiai piacon, és hát ezeket India ugye, mivel demokratikus berendezkedésű is, ebből is adódóan, meg érdeke is volt, nem nagyon korlátozta ezeketnek a kínai cégeknek a térnyerését egy ideig. Különösen azt látjuk, hogy a 2020-as határkonfliktus után hát elkezdték ezeket a kínai cégeket lényegében kiszorítani az indiai piacról. Mindenféle jogi eljárást kezdeményeznek, megnehezítik a működésüket. Tehát azt gondolom, hogy ezzel együtt tehát ezt az ellentmondásos viszonyt nevezném meg. Még egy fontos szempont ez a Quad. India ugye 2017 óta nagyon aktívan újraéleszti azt a négy oldalú együttműködést, amely még a 10 évvel korábbi cunami kapcsán alakult ki, az Egyesült Államok, India, Japán és Ausztrália közötti négy oldalú együttműködés, amelyre viszont sokan mondják, hogy van egy ilyen Kína ellenes lába. Tehát az a furcsa, hogy India egyszerre részt vesz Kína oldalán multilaterális együttműködésben, másrészt pedig olyan együttműködésekben, amely hát kvázi lehet mondani, hogy a kínai befolyást kívánja csökkenteni. Tehát ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy egy ilyen stratégiai fedezés az indiai magatartás, tehát mivel nagyok a kockázatok a világrend átalakulása miatt, ezért India tehát több irányban elköteleződik, és hát sokszor egymással ellentmondásos kapcsolatokat tart fenn, amit ez a stratégiai autonómia végül is megmagyaráz. Említette, hogy Indiát két oldalról is veszély fenyegeti, hiszen nyugatról Pakisztán, míg keletről Kína fenyegeti. Kínával szemben ott van neki az Egyesült Államok, illetve azért a NATO, illetve a nyugati szövetségi rendszer is Indiát támogatja. Mi a helyzet Pakisztánnal? Pakisztánnal szemben kitekinthető India szövetségesének? Hát igazából nagyon nem kell szövetséges. Tehát, hogyha a két oldalú kapcsolatokat nézzük, akkor az elmúlt évtizedekben, ha megnézzük, akkor India azért a háborúkat megnyerte. Nyilván, ami megváltoztatta a helyzetet, az a 98-as nukleáris kísérlet. Ugye mindkét országban, ugye Pakisztán első kísérlete, Indiának a második volt. Így kvázi kiegyenlítődtek a katonai viszonyok, de mivel India globális szereplőként definiálja magát, így önmagában a pakisztáni probléma az csak azért probléma, mert Kína jelen van. És itt különösen az zavarja most az indiaiakat, hogy hát a kínaiak ezt az infrastruktúra építést, ezt előszeretettel a vitatott kasmiri területen keresztül is végzik. Jelenleg is folynak gátépítések például a Pakisztán által ellenőrzött Kasmírban, és ezt ugye India úgy értékeli, hogy Kína végül is a státuszkót változtatja meg. Ugye, mint ismeretes, egyébként 62-ben ugye volt egy indiai-kínai háború, és akkor Kína elfoglalt egy területet az indiai Kasmírból, tehát innen is van egy nagyon negatív vélemény ezzel kapcsolatban. De még egyszer mondom, hogy India szemszögéből, percepciójában Pakisztán az egyenlő Kínával jelen pillanatban, és ez okozza igazából a nehézséget. Ugye látni kell, hogy az amerikai-pakisztáni kapcsolatok megromlottak jelentősen az elmúlt időszakban, tehát hogyha azt kell mondani, hogy ki a szövetséges, akkor Washington ebből a szempontból most egy jó szövetséges, hiszen Washington próbált balanszírozni még szeptember 11-e után, hiszen Pakisztánra szükség volt az afganisztáni intervenció kapcsán. Most azonban azt látjuk, hogy hátat fordított
Pakisztánnak, illetve a pakisztáni vezetés hátat fordította az Egyesült Államoknak. Pakisztán ma fegyvereinek nagy részét Kínából szerzi be, és ez egyébként nem így volt a hidegháború alatt, mert főleg az Egyesült Államokra fókuszált. Visszatérve Kínához, mi az oka annak, hogy Kína lényegét tekintve sikeresebben zárkózott fel a nyugati fejlett világhoz, mint India? Illetve számíthatunk-e arra, hogy India Kínához hasonló fejlettségi szintre fog eljutni hamarosan? Hát szerintem az utóbbira azt lehet mondani, hogy igen, az a kérdés, hogy mikor jut el erre a fejlettségi szintre. Hát ugye Kínában előbb kezdődtek a reformok, tehát Indiában van egy megkésettség is, ugye Kína 78-79, addig India vonatkozásában ez inkább a 90-es éveknek a legeleje. Másrészt más a társadalmi szerkezet, amiről beszéltünk, tehát ez a Varna és Jati rendszer, vagyis a kasztrendszer. És hát harmadrészt szokták mondani, hogy mivel India a világ legnagyobb demokráciájának szokták nevezni, ezen egy jelentős vita van, hogy vajon egy erős vezető, amit Kínában látunk, az vajon mennyire segíti elő ezeket a reformokat. Indiában sokszor azt látjuk, hogy jön egy miniszterelnök, hatalmas programmal ígéreteket tesz, ugye Módi 14-ben így robbant be a köztudatba, hogy rengeteg ígéretet tett, hogy egy ciklus alatt megreformálja az indiai gazdaságot, és ugye a modellt az Gujaratból hozta, hiszen ő volt korábban Gujarat tartománynak a főminisztere, és azt látjuk, hogy 19-re hát eltelt 5 esztendő a következő választásokig, nem nagyon sikerült ezt megtenni. Tehát, hogy itt van egy ilyen rövid távú demokratikus ciklus is, ami hát nem biztos, hogy elősegíti. Hát arról nem beszélve, hogy az indiai társadalomnak a heterogenitása, hindu-muszlim ellentétek, tehát nagyon sok tényező van, amivel foglalkozni kell Indián belül, és fenntartani az egyensúlyt, megőrizni az országnak a területi egységét is, illetve demokratikus rendszert, tehát ez más fejlődési utat jelöl ki. Továbbá az indiai gazdaság az mindig is protekcionistább volt, tehát amikor liberalizációról beszélünk a 90-es években, az akkor sem hát a kínai méreteket öltötte, ahol ugye a tengerparti sávban kijelölték a különleges gazdasági övezeteket. Hát addig mondjuk Indiában Dél-India volt ennek a gazdasági reformoknak a motorja, mondjuk Bangalore városa délen az információs technológia szempontjából. Tehát India globális befolyása ettől jelentős. Tehát megnézzük a Google-től kezdve jelentős cégekben az indiaiak ott vannak és befolyás gyakorolnak. Végezetül, milyen világrendet vizionál India? Hogyan áll India az USA által felvázolt egy világrend elképzeléshez, és hogyan az úgynevezett globális dél által vázolt többpólusú elképzeléshez? Hát nyilvánvalóan India szempontjából jelenleg azt gondolom, hogy a multipoláris világrend, amelyben India egy meghatározó szereplő, ugye India szeretné azt már a 90-es években megfogalmazta, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának a reformja esetén szeretné az állandó tagságot elérni, ami igazából kifejezni ezt a világhatalmi státuszt. Ugye India 47-től kezdve arra is építi a narratíváját, hogy a globális délnek egyfajta képviselője, tehát a fejlődő országoknak, és ez számos ENSZ fórumon hangoztatta. Tehát mindenképpen ez a multipoláris világrend, amelyben India egy meghatározó szereplő, ez, és gazdaságilag növekvő súllyal, tehát, mert hogy egyébként India súlya Mogul birodalom alatt mondjuk 25%-a volt a világgazdaságnak, és ez a függetlenségre mondjuk 5%-ra esett vissza, most talán esély van rá, hogy a 10%-ot megközelítse. Ezt jóval szeretné növelni ezt a súlyt India. Ez a Daily Féltek volt Csicsman Lászlóval. Köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen a megkeresést.